Denevérember és Robert! Ó, denevérember! Nincs véletlenül egy zsebkendőd? Kérdezte a japán hölgy denevérembertől. Hangzott a válasz. Vacsacsa, babum, cicsic, csucsu, csembalu, hukla, tifong, csengo, laku, kiki, kuku, kalopse. Na, hát ez nem tudom mi volt. Hello, mondta denevérember az úrnak. Papír? Itt a papír, amin fontos adatok vannak, mondta az úr. És hirtelen minden pirosra váltott. Jézusom, Den, piros lett minden, huk, mondta az úr denevérembernek. Igen. De én kemény vagyok, látod? Váá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 á
Kérdezte az úr. Meg kéne borotválkoznom a kalappal, mondta egy másik úr, aki csak akkor jelent meg, mikor pirosra váltott a háttér. Ez gyanú. Szerintem ő pukizott, mondta denevér ember. A dermobilba és tovább. 100% hogy nincs rajta bugyi, der. Kapjuk el, káposzta, mondta Ró. Der, azonnal állj meg, riadt fel Robert. Ma még nem is vertél szét senkit, és van nálunk egy fontos papír is. Itt a pénztárcám, mondta Robin, miután megálltak. Menj be a boltba, és hozd nekem egy pettyes túrórudert. Aztán mutasd föl a fontos papírt, és üsd meg a kék ruhás dagit. Lögd át a korláton. Majd beszéld meg a piros ruhás emberrel, hogy elhozhasd a Rudit ingyen, és kirepülhess a tető. Aztán vidd el a vékony kék ruhás emberhez. Siess, mondta Robert jó szándékúan, te nevér embernek. Mit keresel itt, te debil? Mondta a piros ruhás úr, akiről előbb volt szó. És mi az a papír a kezedben? Remélem nem csinálsz semmi balhét. Ez egy fontos papír. Rudi kell, mondta denevér ember határozottan. De nem agresszívan, csak úgy normálisan. Derman nem is gondolta volna, hogy a dagi fickó rátámad. Úgymond váratlanul érte. Az összes Rudi az enyém, te őrült, mondta a kék ruhás tagadtán. Sock! De nevér ember abban a pillanatban akkorát behúzott neki, hogy átszakadt vele a korlát. Drágám! Ordította a piros ruhás ember. Adj Rudit! Mogyorósat! Mondta de nevér ember a piros ruhás embernek, aki valószínűleg közeli kapcsolatban állt a kék ruhás emberrel. És ahogy Robert és de nevér ember megbeszélték, de nevér ember kiszáguldott a felső lukon. Persze, csak így búcsú nélkül, mondta a piros ruhás ember. Eközben a vékony kék ruhás ember egy másik, nem annyira fontos papírt olvasott, és beszélgetett a barátjával. Rohadt büdös a pipád, a szivar jobb. Akkor jó, mondta a barátja, és eltűnt. István vagyok, terapeuta. Egy szivar mindent megoldhat velem. Hívjon bátran 0650-4635-432. Hívjon most. Az ajtó nyitva. Der, tudja mit jelent ez. Na, azt szász, hogy nem megyek be? Már megint szivarozni akar, mondta a barátja.